Számomra az a legérdekesebb ebben a műemlékünkben, hogy itt áll a városunk szívében egy kastély, ami egykor grófok, hercegek, valódi nemesek lakóhelye volt. A gyerekek, akikkel erre sétáltam foglalkozások alatt, szintén ezt találták a legérdekesebbnek. Szili kastély. Keletkezésének ideje a 17-18. Századra tehető, megjelenésében felsejlik a középkor. Több család is birtokolt az évszázadok során. Izgalmas történet, hogy a kastélyhoz tartozó területen korunk új iskolája áll, amely stílusában, mintha visszakacsintana e régmúltú épületre. A Farkas-Szili fájkastély történetéhez kapcsolódó dokumentumok az 1600-as évekre nyúlnak vissza. A területet ekkoriban a Fekete, majd később az Illés család birtokolta. A 17-18. Század fordulóján a Farkas család építette meg az épület együttes középső részét. Az 1770-es évek végétől, főként Hügyei Farkas János rendelésére, valamint Szili Józsefnek Farkas Teréziával kötött házasságakor további épületrészek és az U alakú szárnyak is hozzáépültek. Innentől kezdve Szili kastélyként említették a kordokumentumok. Az építészeti igényességet a 9 oszlopra épített ív pillérsoros tornác képviseli. 1775-ben Szili József alispáni beiktatásakor bővítették utoljára az épület együttest. A Szili mellé a fáj nevet Szili József lánya, özvegy Fáj Barnabásné, Szili Karolina révén kapta a kastély, aki asszonyként vásárolta meg testvéreitől az épületet. 1852-ben Sándor Móric vette meg a kastélyt, és a Bajna Bíjai Uradalom központjaként működtette. A területet aztán a 30-as évekbeli kisajátításig az Elek család birtokolta, majd az 50-es években gazdaképző iskola vált a kastélyból. ...2010-ben felújították, és most hasonlóan Szentháromság térításához általános iskola működik benne.